Szőlősi György futball nagykövet a vendégünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt. Mi régen tegeződtünk, de ugye a protokoll az egy csomó dolgot megkövetel az embertől, hogy hogy kell téged, önt... Egy nagykövet, most... ne viccelj, merné tegezni. Nevezni, igen. Most én is zavarba vagyok, hogy akkor most hogy mondjam. Én maradnék a tegeződésnél, de remélem, hogy nem sértek meg ezzel, hogy a protokoll... De én most olyan komolyan kérdeztem. A protokoll mit ír elő erre a helyzetre, azt egészen pontosan nem tudnám megmondani, de hát nyilván, ha korábban tegeződtünk, akkor... Maradhatunk ebben is. Furcsa lenne, hogyha most változtatnánk ezen. Jó. Mert egyébként a Emiliával arról beszéltünk, és... Valószínűleg ez sok ember fejében felmerül, hogy innentől kezdve te például milyen focista ügyi nagykövet szeretnél lenni. Mert hát ha akkor Szőlősi úr tud ebbe segíteni majd. Más sportot nem lehet választani ide haza, csak a focit? Mert arra gondolom, lehet, hogy mondjuk kanuban vagy úszásban nagyobb sikereim lennének, hogyha annak a nagykövete lennék, mert kicsit sikeresebbek vagyunk kajakkenuban. Igaz, az nem a miniszterelnök kedvenc sportága. Na, menjünk akkor, hogyha itt ebben most nem tudunk dülőre jutni, akkor menjünk tovább. Ön hogy fogadt, vagy te hogy fogadta tényleg a kinevezésed? Hát egyfajta megerősítéseként annak, hogy amilyen területen is, amit az elmúlt 10-15 évben végeztünk a kollégáimmal, az egy helyes út, és talán egy kicsit nagyobb felhatalmazással és még nagyobb lendülettel lehet ezt folytatni. Egyébként a kajakkenu, magyar kajakkenu az tényleg egyedülállóan sikeres a világban, de hát a magyar futball is fantasztikus sikereket ért el a 20. században, egészen elképesztő hatást gyakorolta. Csak a kajakkenu jelen időben is sikeres. Hát igen, de viszont a kettőnek a hatását, a világ kultúrájára gyakorolt hatását nem lehet összehasonlítani, vagy egy lapon említeni, tehát és Magyarországnak óriási adósságai vannak ezen a területen, tehát miközben a mi futballistaink és edzőink gyakorlatilag elvitték a futball üzenetét a világ legtávolabbi sarkába is, és se szerű, se száma azoknak a nagyszerű egyéniségeknek, akik nem tudom én, Mexikótól Kínáig és Kanadától Afrikáig meghonosították a futballt, és helyben fantasztikus sikereket értek el. Nagyon sokszor úgy, emigránsként, hogy mondjuk a hivatalos Magyarország nem is vett tudomást a létezésükről. Igen, de a magyar foci attól lesz jó, hogy van egy nagykövete, aki közpénzből utazgat attól, és attól nem lesz. Szobrokat attól biztos nem lesz jó, hogy vagy attól, hogy jó a magyar foci? Nem lesz, foci. Hogyha ez a kérdés. Attól biztos, akkor minek? Legboldogabb akkor lennék, ha gól tudnék rúgni, de sajnos ez a... Igen. Ezt az esélyt már elszalasztottam, viszont van bőven teendő, és mint mondtam, van bőven adósság. Idegenföldben nyugszanak világhírességeink, Gutmann Bélától Orr Györgyig, miután mondjuk Kocsis Sándor vagy Lórán Gyula Hanvait hazahozták az utóbbi években Magyarországra, de még így negyed századdal a rendszerváltozás után is elképesztő adósságaink és lemaradásaink vannak. A te feladatod, mert most tényleg azért nehéz nekem Gyurival ugye így beszélnem, mert ugye régi, tehát hogy mint egy újságíró akkor tegeződtünk, most nagykövet, most... Én most is sportújságíró vagyok ez a... Hát jó, de mégis azért jött ez a hatalmas nagy titulus. De igen, próbáljunk akkor ennél a verziónál maradni, a tegező verziónál maradni, hogy nehéz dolgod van, vagy nehéz dolgod lehet, mert ugye most a Puskás örökséggel kapcsolatos információkat, híreket kell neked továbbvinni, vagy pedig, hogy Emilia is fogalmaz, ugye a foci jelenlegi állapotáról is kellene beszélni, mert a kettő azért nem ugyanaz. Hát abszolút nem ugyanaz, hát a magyar futball irányítását és képviseletét és nemzetközi képviseletét azért elvégzi a Magyar Labdarúgó Szövetség. Tehát szó sincs arról, hogy az ő kenyerüket kellene elvennem, hanem van egy csomó olyan feladat, ami a MLS tevékenységeinek a fő sodrába is mondjuk nagyon nehezen tud bekerülni, hiszen nekik kell a válogatottat menedzselni, meg a magyar futball fejlesztési programjait irányítani, amit meg is tesznek, viszont ha már Puskás Ferenc nevét említetted, még mindig, ha tetszik, hanem ez az első számú brandje Magyarországnak, amit a legtöbben ismernek, amire a legtöbben kíváncsiak, és érdemes odafigyelni arra, hogy koordinálja valaki azokat a kezdeményezéseket, azokat a akciókat, amelyek Puskás Ferenc emlékének az ápolásával kapcsolatosak. Tegnap este hallottam, hogy Isztambulban lesz Puskás szobor még ebben a hónapban. Pár napja értesültem róla, hogy New Yorkban nyílt egy kiállítás.
90. születésnapja kapcsán is rengeteg hasonló eseményről lehetne beszámolni, amit talán érdemes Magyarországnak hivatalosan is. Utána néznie, hogy ezt a sok-sok tevékenységet mekkora honoráriumért látja? Mert ugye a Borsnak azt nyilatkozta, hogy még nem. Még mindig nem sikerült utána. Nem is érdekli? Hát, mert mondjuk szerintem az adófizetőket érdekelné. Megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem ez a legfontosabb. De tehát van egy kinevezés, hogyha jól értelek, van egy kinevezés, feladata. És te nem tudod, vagy egy feladat, jó kinevezéssel együtt járó feladat, és te nem tudod, hogy azt mennyi pénzért fogod végezni. Ez így van. Na jó, de azért azt nyilván fizetik, hogy csak az elmúlt években Madridban, Melbourneben, Glasgowban, Athénban avattak puskás szobrot vagy emléktáblát, a jövőben is ezeket az utazgatásokat nyilván kifizetik. Csak azért kérdezem, mert nyilván mi nem tegeződünk, azt látta, nem hogy a utazgatásnak is volt, amikor a hogy Puskás Akadémia... Hogy a sajtóban sokan úgy értelmezték, hogy Orbán Viktor kedvenc sportújságírójából nagykövetet csinálnak, tehát ez egyfajta jutalom ilyen szempontból, mondjuk ez nem egy rossz munka. Hogy nem rossz munkában egyetértünk, hiszen Puskás rajongóként a magyar futball ügyét és Puskás Ferenc emlékét szolgálni, az egy fantasztikus munka. Ön utazgatásnak titulálta ezt. Én szerintem, például Madridban, ahol a Real Madrid állított Puskás szobrot, tehát nem Magyarország, hanem a Real Madrid gondolta, úgyhogy nekik van arra pénzük, és... Akkor elég jól állunk Puskásban, lehet, hogy nem kellene ezért külön nagykövet. Szerintem egyébként összességében nem ezzel van de az embereknek Madridban, problémájuk. Például Madridban, vagy a Puskás Akadémia tisztségviselőjeként voltam kint, amely egy, mint tudjuk, egy magánalapítvány. Ausztráliában mondjuk saját pénzből legutóbb, de annyira méltatlan erről beszélni is, hogy azt javaslom, az a vád méltatlan, hogy ez egyfajta jutalom, mert annyira kedvenc Orbán Viktornak? Hát azt szerintem nem egy vád, hogy ez egyfajta jutalom, hanem az méltatlan, hogy ahhoz képest, amilyen dicsőséget, ismertséget hozott Magyarországnak mondjuk Puskás Ferenc, azt méricskélni, hogy Magyarország áldozhat-e ennek az embernek az emlékére ennyit, vagy annyit, vagy amennyit. Igen, szerintem egyébként nem ez az emberek fejében a legnagyobb kérdés, mert valószínűleg azt mondják, hogy persze, hogy kell, hogy kell Puskás Ferenc emlékére miközben egyébként, áldozni. Bocsánat, a Real Madrid, hanem, vagy a Panathinaikos, vagy a FIFA nem gondolkodik azon, hogy áldozzanak persze, Puskás Ferenc emlékére. Inkább szerintem alapvetően az merül fel az embereknek a fejében, hogy kellett-e ehhez egy nagyköveti pozíciót létrehozni. Szerintem még találkozni fogunk. Köszönjük szépen, hogy itt volt, hogy itt voltál. Köszönjük.